engem kért fel a Széchenyi Egyetem arra, hogy az egyetem és a ipari park cégei közötti fórumot készítsem mellé, tartsam a kapcsolatot, illetve vegyek részt ezen a fórumon. Görög Tibor, a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. Igazgatója köszöntötte azokat, akik ellátogattak szerdán az Innonetbe. Itt tartott fórumot ugyanis a házigazda és a Széchenyi István Egyetem. A találkozó célja az, hogy a Győrben, ezen belül is az ipari parkban működő cégek, valamint a kampusz még szorosabb partner kapcsolatokat alakítson ki a jövőben. Az egyetem mindig is törekedett arra, hogy a vállalatokkal, cégekkel egy hosszú távú és folyamatos kapcsolat alakítson ki. A mai rendezvényel az a célunk, hogy ezeket a kapcsolatokat továbbfűzzük, és egyrészt készüljünk a 2014-2020-as időszakra. Ugye itt az európai támogatások keretében rengeteg olyan forrás áll rendelkezésre, amit a egyetem és a munkaerőpiaci cégek közösen tudnak pályázni, és ez a rendezvény ennek az első lépése. Az egyetem és a vállalkozások együttműködése számos sikert könyvelhetett el az elmúlt időszakban. Ez persze továbbfejleszthető, például a 2014-2020 közötti időszakban elérhető forrásokkal, különösképpen a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program pályázatainak révén. Ezeket a projekteket gyakorlatilag a vállalatok fogják meghatározni. Mindenki hallotta, hogy a kormányzat 60%-át az uniós forrásoknak próbálja gazdaságfejlesztésre fordítani. Ezen belül azonban jelentős összeget lehet fordítani az egyetemekkel való együttműködésre, és már próbálunk olyan projekteket, olyan projektötleteket megbeszélni a vállalkozások vezetőivel, amit aztán meg tudna finanszírozni ezekből az uniós forrásokból. A projektekből a partnerek egyaránt profitálhatnak, ez az együttműködés alapja. Nagyon örülünk annak, hogy az egyetem vezetői megkerestek, és felkértek arra, hogy közvetítő szerepet töltsek be az egyetem és az ipari park cégei között. Én azt gondolom, hogy az innováció rendkívül fontos napjainkban, ez látható, Győrben különösen az autóiparban, és szeretném, hogyha a cégek mind nagyobb számban megismernék ezeket a pályázatokat, amelyek 2014 és 2020 között kerülnek kiírásra, és ezeken a pályázatokon az egyetemmel közösen részt vennének. A Széchenyi István Egyetem a jövőben a projekteket figyelembe véve igyekszik felkutatni a cégek igényeit, illetve kideríteni, hogy milyen kutatásfejlesztési problémákat tudnának közösen megoldani.